Évek óta tervezik Feldebrő, Aldebrő, Tófalu, Kápolna, Kál és Kompolt szennyvízrendszerének kiépítését. A településeken élők is örülnek a beruházásnak. Jó volna, már nagyon sok embernek az emésztők tönkre mentek, úgyhogy ha ez nem lesz, akkor nagyon sok embernek nagy problémát fog jelenteni. A tervek szerint összesen 100 km hosszú vezetéket fektetnek le, és korszerű szennyvíztisztító telepet is építenek. Az érintett 6 település 3 éve társulást alapított. A beruházásra közösen pályáztak és nyertek. A 4,2 milliárd forint összértékű projekt 85%-át így uniós forrásból biztosíthatják. Kedden a Kompolti faluházban írták alá a szerződést a munkát elvégző kivitelező céggel. Balázs Zoltán, Kompolt polgármestere és a társulás elnöke kiemelte, hogy a térség ivóvízbázisának megmentése miatt is létfontosságú a beruházás. Ha nem történik semmi, és nincs meg a kezelt szennyvíz feltételrendszere, ez a csatorna beruházás, amihez ugye neki kezdünk, akkor 5-6 év múlva annyira megsérül a vízbázis, hogy ihatatlan lesz, és nem lesz helyben ivóvíz. Herman István, a térség fideszes országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, az ország gazdasági növekedése elképzelhetetlen a vidék virágzása nélkül. Ez Heves megye egyik legnagyobb beruházása ma, és őszintén remélem, hogy a 6 település mellé még föl tud zárkózni nagy útközség is. A kivitelezés március 2. felében már elindulhat, jövő februárra pedig elkészül.